Ben Zobrist az utóbbi idők egyik legsikeresebb baseball játékosa. Idén tavasszal már a nemzetközi porondon is bemutatkozik, mivel az Egyesült Államok csapatát erősíti az idei World Baseball Classicon. Igazi megtiszteltetés számomra, hogy viselhetem az Egyesült Államok piros, fehér és kék mezét. Ben Zobrist a Tampa Bay Rays csapatának a tagja. Legtöbbször a belső és külső mezőn játszik, de bevethető még hét másik pozícióban is. Sokoldalúságának köszönhetően biztos helye van a csapatban az idei világbajnokságon is. Rugalmasnak és fejben összeszedettnek kell lennem, és abban is bízom, hogy hozzá tudok majd járulni ehhez a győzelemhez. 2008-ban Ben nem volt jó formában, ennek ellenére a Rays menedzsere, Joe Maddon, megadta neki a lehetőséget, hogy egyszerre több pozícióban is játszhasson. Mi a feltétele, hogy valakiből olyan sokoldalú játékos legyen, mint te? Ezt tanultad valahol? Megragadtam. Hajlandó voltam megtenni bármit azért, hogy újra a csapatban lehessek. Akkoriban nem számítottam rá, hogy ez majd ennyire befolyásolja a karrieremet. 2008-ban csapatával bejutott a bajnokság döntőjébe. A következő szezonban bekerült az All-Star csapatba, és ő lett a Rays legértékesebb játékosa. Ma már biztos helye van a kezdő csapatban. Ben életében azonban van valami, ami sokkal fontosabb a baseballnál. A kétkezes ütőjátékos életét a hit irányítja. Isten arra használja a mérkőzéseket, hogy próbára tegyen engem, mert azt akarja, hogy bizonyos dolgok eltűnjenek az életemből. Van bennem egy folyamatos késztetés, hogy valamit mindig elérjek, és emiatt gyakran túlságosan is lefoglalom magam. Amikor ráébredtem erre, akkor értettem meg, hogy a motivációim döntő részét ez határozta meg. Ezért fel kellett számolnom a perfekcionizmust. Ezt azonban nehéz megtenni ott, ahol a teljesítmény és a statisztikák a legfontosabbak. A legtöbb játékost ezt felemészti. Sokan mondják, hogy ez a bukás játéka, és ha nem tanulja meg az ember, hogyan kezelje a kudarcot, nagyon könnyen eltűnhet a sűjesztőben. Jézus azonban perspektívát ad, megmutatja, milyenek legyünk, és emlékeztet arra, hogy nem lehetünk tökéletesek. Ben felesége Julianna, aki feltörekvő keresztény énekes és dalszerző, szintén ismeri a tökéletesség hajszolása miatti nyomást. Legújabb dala, a Say It Now, olyan nőknek ad reményt, akik folyamatos megfelelési kényszerrel küzdködnek. Amikor a tökéletesség hajszolói vagyunk, különösen nőként vagy lányként, folyton összehasonlítgatjuk magunkat. Tehetjük ezt halálunk napjáig, vagy pedig lenyugszunk, és olyanok leszünk, amilyennek Isten megteremtett bennünket. Ben és Julianna ugyanabba a gyülekezetbe járnak. Mindkettőjük apja lelkész volt. Ma már saját családjuk van. Bár különböző karriert futnak, a teljesítményükkel kapcsolatos elvárások hasonlóak. Mindketten lényegében színpadon állunk. A baseball pálya is egyfajta színpad, és rengeteg ember előtt kell teljesítenünk. A lehető legjobb formánkat kell hoznunk. Neki a megfelelő hangot, nekem a labdát kell eltalálni. Gyakran beszélgetünk arról, hogy milyen érzés neki színpadra lépni, és honnan jön a magabiztossága. Ha túl sokat nézzük magunkat, nyomorult emberek leszünk. Istenre kell összpontosítanunk, a nagyobb célokra, az élet fontosabb dolgaira. Ez a legfontosabb. A Zobrist család életében megvan ez a fontossági sorrend, különösen a baseball szezon alatt. Ilyenkor Julianna lemondja fellépéseit, hogy elutazzon a gyermekekkel megnézni Bent, amikor idegenben játszik. Emiatt aztán hat napnál tovább soha nem voltak távol egymástól. Nagyon fontos ez számunkra, mert különben két különböző életünk lenne, és amikor hazajön, nem tudná, hogyan legyen apa, és én nem segíteném ebben. Ez kimerítene mindenkit, és az egész családot megviselni. Akár csak a baseball, ahol a kudarc olyan gyakori, mint a hibás labdák. Hogyan tudod túltenni magad egy előző esti mérkőzésen? Amikor nagyon eltöltenek az érzések, vagy túl sokat gondolok a meccsre, Isten mindig segít, és megmutatja, hogy nem az határoz meg engem, hogy éppen jól vagy rosszul játszottam. Az határozza meg, hogy ki vagyok, amit Jézus tett értem a kereszten. Egy ideig bírja az ember a nyomást. Van azonban egy pont, amikor nem megy tovább.
Ezek azok a pillanatok, amikor Isten a térdeimre kényszerít, és emlékeztet rá, hogy ő az, akinek cipelnie kell helyettem az élet terheit. Ő az egyetlen segítség minden időben.